Megnyílt, átadták az új Ficánka bölcsődét Kálósemjénben. Tanácskozás, a válságtudatú 10 éves generáció problémáiról beszélgettek Máté Szalkán. Jubileum 60 éves fennállását ünnepelte a kórház neurológiai osztálya. Megnyílt az új bölcsőde Kálósemjénben. December 1-től már folyamatosan érkeznek a Ficánka bölcsődébe a gyerekek. A 28 férőhelyes intézmény 160 millió forintból épült meg. Köszöntöm Önöket, ez a Kölcsei Televízió híradója. A bölcsőde nem csak a gyermekek, hanem a munkába visszatérő szüleik számára is létfontosságú, hangzott el az intézmény megnyitóján. A kálósemjéni bölcsőde kialakításához az óvoda udvarából fel kellett áldozni egy részt, de hogy az óvisoknak továbbra is legyen elegendő szabad területük a mozgáshoz, a szomszédtelek megvásárlásával alakítottak ki nagyobb udvart. Bölcsődében a vendége szeret. A Bagyocska csoport műsorral készült a Ficánka óvoda, bölcsőde és konyha átadó ünnepségére. Az új épületben színes szőnyegek, pici asztalok, apró székek várják a leendő bölcsödéseket. A szintes épület nem csak a gyerekek számára teszi élvezhetővé az itt töltött időt, a gondozó komfortérzetére is ügyeltek. Ez a bölcsőde, ez az új bölcsőde, ez 2019-es központi költségvetési forrásból valósult meg. Bruttó 160 millió forintos támogatást kapott az önkormányzatunk, hogy kialakítsa ezt a kétcsoportos bölcsődét, ami 28 gyermeknek a befogadására alkalmas. Már jelenleg is december 1-től folyamatosan érkeznek hozzánk a gyermekek, úgyhogy ők már birtokba is vették, és bízunk benne, hogy mi hamarabb teljes létszámmal tudunk tovább menni. Erre minden esély megvan, ezt a körzet korábban épített bölcsődői már bizonyították. Dr. Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője az átadó ünnepségen arról beszélt, a gazdaságnak és a munkaerőpiacnak is jót tesz, ha az édesanyák hamar vissza tudnak térni a munkavilágába, ehhez azonban jól működő oktatási-nevelési rendszerre van szükség, amelynek egy bölcsőde az alapja a kisebb településeken is. Éppen ezért az elmúlt ciklusban 13 új bölcsőde épült a választókerületben, és számos meglévőt felújítottak. 10 óvodát és közel 20 iskolát is korszerűsítettek. Ehhez minden esetben egy a közösségek érdekeit szem előtt tartó önkormányzatra van szükség. Ezt már Dukai Miklós önkormányzati államtitkár mondta beszédében. Sok minden elhangzott itt már előttem, képviselő elmondta, hogy mennyi minden történt az elmúlt időszakban ebben a választókerületben, akár ezen a településen is. Főispán úr utalt arra, hogy az orosz-ukrán konfliktus kitörése óta mennyi minden a humánum érdekében történt összefogás is lezajlott, és az összefogásnak milyen szép példái vannak. És én azt gondolom, hogy az önkormányzatoknak abban van az egyik legnagyobb szerepe, nem csak azért, hogy ők vannak államigazgatási szempontból talán bizonyos értelemben, de legközelebb az emberekhez, hanem ők tudják, tehát az önkormányzatok tudják azt az alapvető összefogást megteremteni a legkisebb településtől a legnagyobbig, amivel az összes kicsi és nagy eredményt is közösen el lehet érni. Még egyszer hangsúlyozom, szerintem ennek az összefogásnak az az eredménye, hogy ma itt ez az átadó ünnepség létrejött, és létrejött ez a bölcsőde. Így most már nem csak a 7 fős mini bölcsődébe tudják beiratni a szülők a gyerekeket Kálósemjénben, hanem a Ficánkába is. Ennek megépítéséhez a már meglévő óvoda udvarából kellett felhasználni egy részt. Hogy az óvodásoknak továbbra is legyen elegendő helyük a szabadtéri mozgáshoz, az egyik szomszédos ingatlan megvásárlásával alakítottak ki nagyobb udvart. Az elmúlt években folyamatosan nőtt a gyermeklétszám a településen, jelenleg 103 apróság jár az óviba, az előzetes számítások szerint ez 2 év múlva 146 lesz.
Januártól egységesen 15%-kal emelik a nyugdíjak összegét, ezt Orbán Viktor miniszterelnök jelentette be kedden saját közösségi oldalán. Idén már többször emeltek nyugdíjakat, január 1-től 5%-kal, júliusban további 3,9%-kal, míg novemberben ismét kompenzáltak, így összességében 2022-ben 14%-kal nőtt a nyugdíj, amit januárban további 15%-kal emel meg a kormányzat. Most írtam alá azt a kormányrendeletet, amellyel január 1-től 15%-kal emeljük a nyugdíjakat Magyarországon. Az elhibázott brüsszeli szankciók miatt egész Európában tombol az energiaválság. Ez bennünket, magyarokat is nyomaszt és érint. Védekeznünk kell, mi magyarok ársapkákkal és rezsicsökkentéssel védjük a családokat. De a védekezés közben nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy Magyarországnak vannak nagy céljai, amelyek túlmutatnak a nehéz időszakokon. Az egyik ilyen nagy célunk a nyugdíjasok méltó életének biztosítása, illetve a nyugdíjak értékének megőrzése. Ezt a célt 2010 óta minden évben sikerült elérnünk. Most, hogy 15%-kal emeljük január 1-jel a nyugdíjakat, ez 2023-ban is így lesz. A nyugdíjasok számíthatnak ránk. A nyugdíjasok után essen szó a fiatalokról. A mai tizenévesek válságtudatú generáció tagjai, akik számára alapélmény kell legyen az összetartozás. Erről is szó esett az Ifjúsági Keresztény Demokrata Szövetség és egy természetvédelmi egyesület közös rendezvényén Máté Szalkán. Az Ung-Tisza-Szamos-Túr határmenti turisztikai és természetvédelmi egyesület, valamint az Ifjúsági Keresztény Demokrata Szövetség szervezésében legutóbb Máté Szalkán tartottak ifjúsági találkozót. A térség országgyűlési képviselője a helyi közösségek összetartó erejéről beszélt. Hogy egy közösség milyen erős, az azt gondolom, hogy mint minden láncszemben a leggyengébb láncszemről fog eldőlni, hiszen az fog elszakadni leghamarabb. A mi közösségünk, a mi keresztény közösség és polgári közösség, azt gondolom, hogy a gyarlóságnál fog elszakadni, vagy legalábbis a társadalom által ránk dobált gyarlóság, vagy gyarlóságnak látszó víziókról. Ezeket pedig komoly értékválasztással és elköteleződéssel lehet kivédeni. Erről már Rácz Zsófia, miniszteri biztos beszélt a találkozón. A kulcs talán az lehet abban, hogyha szeretnénk egy sikeres jövő generációját kinevelni, ahogy Andris mondta, hogy ebben felelősségünk van. Ott egy olyan kölcsönös együttműködésnek kell megvalósulnia, egy olyan tolerancián és türelmen épülő együttműködésnek a generációk között, ahol, ha lehetek őszinte, mert egymás között vagyunk, még bőven van mit tennünk. Én úgy gondolom, hogy a nálunk idősebb generációnak nagyon komoly felelőssége van abban, hogy azt a rengeteg tudást és tapasztalatot, amit megszereztek, azt átadják nekünk fiataloknak, és ne egy fenyegetésként tekintsenek arra, hogy mi is bejövünk a képbe, hanem egy lehetőségként arra, hogy mi tovább vihetjük, tovább örökíthetjük azt az értékteremtő munkát, amit ők évtizedek alatt letettek az asztalra. A generációk között azonban van némi hasonlóság is. A Z generációban a történelem ismétli önmagát egy új formában, ezért mondják a mai tizenévesekre, hogy ez egy válságtudatú generáció. Egészségügyi, migrációs, gazdasági és energiaválság. Az elmúlt 4 évben ezeket a kifejezéseket tanulhatták meg a tizenévesek. Számukra ezek már nem új fogalmak, ezek mentén élik a hétköznapokat. Pszichológusok pedig arra keresték a választ, mi segíthet átlendülni a nehézségeken. Erről beszélt Hollik István. A válasz az egyértelműen az, hogy az erős identitás. Akinek megvan az önazonossága, az identitása, az sokkal jobban viseli a nehézségeket. És hogyha ezt elfogadjuk, hogy ez így van, egyébként történelmi tapasztalatok is ezt mutatják, hogyha ez így van egyéni szinten, akkor ennek így kell lennie közösségi szinten is. Tehát azt gondolom, hogy akkor, amikor ilyen vérzivataros, háborús, nehéz időket élünk, akkor kifejezetten fontos az, hogy erősítsük meg önmagunkat, hiszen aki őrzi az identitását, őrzi a kultúráját, a hagyományát, fontosnak tartja a kisebb városi, megyei vagy nemzeti közösségét, az sokkal nehezebben, sokkal könnyebben elviseli.
A keresztény demokrata politikus hozzátette, a magyarok identitása különösen erős, enélkül a világ szegényebb lenne. Több mint 20 tonna élelmiszert vontak vissza a magyarországi kereskedelemből tavaly decemberben a Népik munkatársai, akik idén december 5-én is megkezdték a szokásos szezonális élelmiszer ellenőrzéseket. Nobilis Márton, az Agrárminisztérium illetékes államtitkára azt mondta a Kölcsei Televíziónak, hogy idén az iskola büfék is célpontjai lesznek a december 18-áig tartó ellenőrzéseknek. Csoki Mikulások várják a boltokban a vásárlókat és az ilyenkor szokás szerint felbukkanó élelmiszer ellenőröket. A Nébih 2007 óta végzi az év minden decemberében a szokásos téli szezonális élelmiszer ellenőrzéseit, nyilatkozta Nobilis Márton, az Agrárminisztérium élelmiszeriparért és kereskedelempolitikáért felelős államtitkára, aki idén december 5-e és 18-a között rendelte el az akciót. Ez egy edukációs ellenőrzés leginkább. Nem a büntetésről szól, sokkal inkább arról, hogy fölhívjuk a figyelmet arra, hogy fontos a biztonság, az élelmiszer biztonság, és az, hogy biztonságos, jó minőségű és lehetőleg magyar élelmiszerek kerüljenek a családok asztalára. A téli szezonális élelmiszerlánc ellenőrzésnél ugye az ünnepkörhöz kapcsolódó élelmiszereket ellenőrizzük, így a hal, az édesipari termékek, a húsipari termékek és a déli gyümölcsök, illetve egy általános higiénnyel, és egy újítás, hogy idén az iskolai büféket is ellenőrizzük. Ezeket a fogyasztóknál és a kereskedelm ellátóegységeknél végezzük, ahol a kereskedők és a feldolgozóknál és a kereskedelmi egységeknél végezzük, és a kereskedők és a feldolgozók már várják is a Nébih ellenőreit. A vásárok, kitelepült vendéglátók és piacok is mind célpontjai lehetnek az ellenőrzéseknek, mondta el Nobilis Márton, aki szerint a biztonság kérdése nem ér véget a vásárláskor. A fogyasztóknak az otthoni élelmiszerek tárolására, valamint elkészítésére is fokozottan kell ügyelniük. A piacok ellenőrzése is rendkívül fontos ilyenkor, illetve az, hogy felhívjuk a magyar családok figyelmét arra, hogy az otthoni élelmiszer biztonság az a vásárlással elkezdődik, és ők is igyekezzenek olyan helyről élelmiszert vásárolni, ami megbízható, igyekezzenek otthon is vigyázni a higiéniára, tiszta edényekben melegíteni, ha melegítenek, akkor ne csak langyosítsák meg azt az ételt, hanem melegítsék meg rendesen, forrósítsák fel, illetve ne egyenek félkész ételeket. Úgyhogy leginkább erről szól ez a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. És azt gondolom, hogy folyamatosan javuló tendencia van, ez is azt bizonyítja, hogy Magyarországon jó minőségi, biztonságos élelmiszerek vannak, és rengeteg magyar élelmiszer is van, ami a magyar családok használatra tud kerülni. A tavalyi évben 2748 helyen végeztek ellenőrzéseket, és 1421 termékre terjedt ki a vizsgálat. 13 millió forint bírságot szabtak ki, és 20,7 tonna élelmiszert vontak vissza. 60 éves évfordulót ünnepeltek a megyei kórház neurológiai osztályán. Az intézményben jelenleg 74 fekvőbeteget tudnak ellátni. A járóbeteg szakrendelés mellett sürgősségi vizsgálatokat is végeznek a szakemberek, valamint speciális rendeléseken is tudják fogadni a pacienseket. A jubileumot konferenciával ünnepelték a kórházban. Szédülés, fej, derékfájdalom vagy végtagzsibbadás, sokféle panasszal érkezhetnek a neurológiára a betegek. Ez a szakterület az idegrendszer károsodásait vizsgálja és gyógyítja. Ide tartozik az agy, a gerincvelő, az idegek és ideggyökök sérüléseinek feltárása is. A Józsa András kórházban idén 60 éves a neurológiai osztály. Ennek alkalmából tudományos üléssel egybekötött megemlékezést szerveztek a szakembereknek. Nagyon messzire jutottunk, a diagnosztika robbanásszerűen fejlődött az elmúlt 6 évtized során. Olyan képalkotó technikák állnak rendelkezésünkre, amelyek szinte anatómiai atlasz pontossággal képesek a vizsgált területeket, így akár az agyat is mutatni.
A neurofiziológiai vizsgálatok is borzasztó nagyot fejlődtek ez alatt az időszak alatt, illetve hát a terápiás lehetőségeink is jelentősen bővültek. Az orvosok ma már modern eszközök segítségével állapítják meg a betegségek okait. Az elmúlt 60 év az orvostudomány fejlődésének köszönhetően a neurológia területén dolgozó szakembereknek is új lehetőségeket hozott. 60 év alatt nagyon sok sikert megértünk, nyilván sikerült megoldani sok-sok nehézséget, és az elődök, a nagy elődöknek az ügyeit szeretnénk folytatni, nyilván már teljesen új makrokörnyezetben, mikrokörnyezetben és a legújabb szakmai színvonalnak megfelelően. Ezért rendkívül számunkra fontos, ezért ma ünnepeljük az osztály 60 évét, ünnepeljük az elmúlt 60 évet, a múltat, de egyben ünnepeljük azt is, amit szeretnénk, hogy a jövő legalább ilyen szép legyen. A jubileumi megemlékezésre az osztály egykori és jelenlegi munkatársai mellett a neurológia egyes területein elért legújabb eredményeket bemutató előadókat is meghívtak. Szerdától jelentősen csökken az üzemanyagok piaci nagykereskedelmi ára, a 95-ös benzin literje 20 forinttal, a gázolaj 15 forinttal lesz olcsóbb. Ez azt jelenti, hogy átlagosan a benzinért 633 forintot, a gázolajért pedig 697 forintot kell fizetni. Az árak az egyes kutakon eltérőek lehetnek. Öt éremmel tértek haza a nyíregyházi úszók a szegedi rövidpályás utánpótlás országos bajnokságról. Az ifjúsági mezőnyben Barna Bianca megnyerte a 200 méteres mellúszást, 50 és 100 mellen pedig a második helyen végzett. A serdülőknél Barkóczi Roland 200 mellen második lett, az 50 méteres mellúszás döntőjében pedig harmadikként csapott a célba. Szombaton és vasárnap Nyíregyházán rendezik meg a Szabolcs Kupa nemzetközi ciklus záróversenyt. Az elmúlt hét második felében Szegeden rendezték meg az első alkalommal kiírt rövidpályás gyermek, serdülő és ifjúsági országos bajnokságot. A szövetség erős szintidőket állapított meg, így a legjobb hazai utánpótláskorú versenyzők álltak rajtkőre. A nyíregyházi sportcentrumot 4 lány és 2 fiú képviselte. A küldöttség egy arany, 3 ezüst és egy bronzéremmel tért haza Szegedről. Én úgy gondolom, hogy elégedett lehetek. Sajnos váltókban volt problémánk, 2 váltónk és 9. lett, illetve egyet kizártak, ami teljesen döntős idővel rendelkezett. Meg kell tanulni ezt is, az a verseny ezt hozzátartozik. Ugye egy 7 százados elváltásról szólunk, tehát csak a koncentráció múlik. Az érmekkel kapcsolatban én azt gondolom, hogy elégedett lehetünk. Biancának sikerült 200 mellett megvédeni a hosszú pályás országos bajnoki címét. 50-100-on nagyon minimális különbséggel maradt alul a sprintes specialistával a szemben, viszont ami örömteli ott is, hogy egyéni csúcsokat úszott, tehát a legjobb eredmények megjöttek. A szintén mellúszó Barkóczi Roland egy ezüst és egy bronzérmet szerzett az országos bajnokságon. Serdülőkorcsoportos Roland, 2006-os születésű, 200 mellen óriás egyéni csúcsot úszva, kicsit engem is meglepve, saját magát szintén meglepve, nagyon jó eredményt érte, 2.18-as idő az már, én úgy gondolom, a ranglistán is nagyon jó helyezést ér el. 50 méter mellen bronzéremre sikerült jutnia, azért egy serdülőkorúnak 30-an belüli mellúszás az már egész jó eredmény, 29.55-öt úszott, a bronzérem nagyon jó, ezért kicsit sajnáltuk az első versenynap 100 méter mellét, ott pont kicsúszott a döntőből, de úgy gondolom, hogy ezen lehet javítani, és egy kicsit koncentráltabb előfutammal az is simán döntős. Barna Bianca 8 számban is rajtkőre állt, és a mellúszásban szerzett érmek mellett is érték sikerélmények a fiatal versenyzőt. Teljes mértékben elégedett vagyok, mivel 25-ös medencében volt megtartva ez a verseny, és ez nem igazán az én pályám. Bár mostanában a fordulóim és a víz alatti munkám nagyon sokat fejlődött, ami által úgy érzem, hogy sokat tudtam fejlődni. A mellúszó számok kifejezetten jól sikerültek, annak nagyon örülök, illetve vegyes úszásban is sikerült egy kisebb meglepetést szereznem magamnak, illetve gyors úszásban is mostanában egész jól sikerülnek a versenyek, úgyhogy még akár azzal is, ha tudunk, akkor foglalkozunk, és hát ha fejlődik még az is. Barkóczi Rolandnak a szegedi volt a második rövidpályás versenye, ráadásul válsérüléssel küszködött. Urbin Tamás és Kovács Rita tanítványa elmondta, hogy milyen mezőnyben szerezte a 2 érmet.
Nagyon erős volt, azért nagyon erős volt az indulási idők is, illetve a kvalifikációs idők. Meg is lepődtem azon, hogy 100 meren tizedekkel sajnos lemaradtam a döntőről, de nem vette el a kedvemet, a 200 merre készültem és fókuszáltam, sárásnak sikerült. A nyíregyházi úszók a hétvégén még rajtkőre állnak a hazai rendezésű Szabolcs Kupa nemzetközi versenyen. Szombaton és vasárnap mintegy 300 úszó méri össze tudását az Eiszmann városi úszadában. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Megnyílt az új bölcsőde Kálósemjénben. December 1-től már folyamatosan érkeznek a Ficánka bölcsődébe a gyerekek. A 28 férőhelyes intézmény 160 millió forintból épült meg. A bölcsőde nem csak a gyermekek, hanem a munkába visszatérő szüleik számára is létfontosságú, hangzott el az intézmény megnyitóján. A Kálósemjéni bölcsőde kialakításához az óvoda udvarából fel kellett áldozni egy részt, de hogy az ovisoknak továbbra is legyen elegendő szabad területük a mozgáshoz, a szomszéd telek megvásárlásával alakítottak ki nagyobb udvart. A mai tizenévesek válságtudatú generáció tagjai, akik számára alapélmény kell legyen az összetartozás. Erről is szó esett az Ifjúsági Keresztény Demokrata Szövetség és egy természetvédelmi egyesület közös rendezvényén Máté Szalkán. 60 éves évfordulót ünnepeltek a megyei kórház neurológiai osztályán. Az intézményben jelenleg 74 fekvőbeteget tudnak ellátni. A járóbeteg szakrendelés mellett sürgősségi vizsgálatokat is végeznek a szakemberek, valamint speciális rendeléseken is tudják fogadni a pácienseket. A jubileumot konferenciával ünnepelték a kórházban. December 13-án kedden a Kölcsei Televízió híradóját látták, szerda este ismét jelentkezünk majd a megye legfontosabb történéseivel. Nézzenek minket akkor is, viszontlátásra! Kedden éjszaka borongós csapadékmentes idő lesz, a hőmérséklet fagypont alatt alakul. Szerdán napközben folytatódik a szürke borús idő, a hőmérséklet mínusz 4 és 0 fok között várható. A hét további részében a hőmérséklet éjszaka fagypont körül, nappal 5-6 fok között alakul. Csapadék pénteken és szombaton várható.